Sziasztok! Évi vagyok, és üdvözöllek titeket a Krúcsóban. Nem olyan régen feltöltöttem Instagramra egy képet, amiben azt mutattam meg nektek, vagy hát amin azt mutattam meg nektek, hogy miket vásároltam a legutóbb a Primarkban, és kaptam egy pár kommentárt a kép alá, illetve egy pár privát üzenetet is, hogy csináljak erről egy videót, mert hogy örülnétek neki. Mindent feltettem erre a képre, amit a Primarkban szereztem be, viszont úgy voltam vele, hogy oké, miért ne, legyen akkor egy videó róla. A Primarkról, amit érdemes tudni, hogy ha jól tudom, akkor ez egy angol üzletlánc, és arról híres, hogy nagyon-nagyon kedvező áron elérhetőek férfi-női gyerekruhák, divatkiegészítők, lakberendezési tárgyak, elemek, nem tudom, ilyesmi például, hogy ágynemű, bögrék, köntösök, cipőik is vannak, tényleg nagyon-nagyon sok minden kapható a Primarkban. Nekem ilyen vegyes érzéseim vannak a Primarkkal kapcsolatban, még annól, amikor Kölnben laktam, és megnyitott Kölnben az első Primark, akkor előszeretettel megfordultam ott, és nem tudom, ilyen kis apróságokat, mint gyertya, fehér nemű, egy-két ilyen kis dekorációs dolgot vásároltam. Viszont azt mindig megállapítom, hogy szerintem már néha túlságosan olcsó üzlet. Ez, ne értsetek félre, nem mintha baj lenne az, hogy jó áron hozzájuthat az ember valami szuper dologhoz, viszont nem tudom, hogy mennyire fair dolog az, azokkal az emberekkel szemben, akik ezeket a termékeket előállították. Én ebben a témában nem ismerem ki magam, úgyhogy ebben nem is mennék bele jobban. Minden esetre ezen én néha el szoktam gondolkozni. A másik a minőség. Nem tudom, a Primark nem a legeslegőbb minőségéről híres. Egy-két pólom volt a Primarkból, illetve fehér neműm, és elég hamar szétmentek, illetve azt hiszem, hogy volt egy cipőm is régebben, ami szintén nagyon hamar megadta magát. Minden esetre, hogyha valaki a Primarkban vásárol, akkor szerintem úgysem hosszú távra tervez ezekkel a dolgokkal, mert ezek ilyen szezonális dolgok, ruhák, kiegészítők, amik nem tudom, egy nyáron éppen jól mutatnak, de utána a következő nyára már úgyis lecseréli az ember. Itt megint jön a kérdés, hogy a fogyasztói társadalomban ez mennyire jó dolog, vagy mennyire nem. Minden esetre erre sem szeretnék most kitérni, jöjjön az, hogy én miket vásároltam a Primarkban. Mindenféleképpen szerettem volna egy kis neszeszert, amiben az Instax kamerámat tudom tartani, mert csak úgy beledobni nem igazán szeretem a hátizsákomban, viszont külön ilyen kis fotós táskát sem szerettem volna venni hozzá, és megláttam ezt a kis malackás neszeszert, ami rózsaszín, ahogy látjátok, itt ilyen kis virágdísz van rajta, és le volt értékelve 6 euróról 3 euróra, ez volt az utolsó darab, legalábbis ott azon a polcon, ahonnan elvettem, úgyhogy nagyon tetszik, pont belefér a kamera, illetve még mellé belefér egy csomag film is. Úgyhogy nagyon praktikus. Aztán Brémában voltam a Primarkban, és Brémában egy pár napot eltöltöttünk most az öcsémmel, és elfelejtettem papucsot vinni, ami a szálláson eléggé hiányzott, és megláttam, hogy van a macska arisztokratás Marie-val ilyen kis flip-flop papucs, ami hihetetlen cukim néz ki. Itt ez a pántja, ez ilyen kis csillámos, itt pedig ugye Marie van rajta. Nagyon-nagyon aranyos volt, ezt is azt hiszem, hogy 3 euróért vettem meg, úgyhogy használtam ott a szálláson is, illetve jó lesz itthonra is elcsoszogni a lakásban. Aztán, hogyha már Marie-ról van szó, akkor találtam egy képkeretet. Hihetetlenül cuki és nagyon aranyos. Ez 5 euróról volt leárazva 1 euróra. Rengeteg ilyen Disney-s dekorációs elem, meg ilyesmi volt a Primark kínálatában, illetve nagyon sok Harry Potteres dolgot is találtam, mi volt még, tényleg nem is tudom, nagyon-nagyon-nagyon sokfajta mese, szerelmesei találhatnak a Primark kínálatában maguknak apró kincseket. Közben elnézést, a mosógép éppen centrifugáz, remélem, hogy el tudok tőle vonatkoztatni. És itt van még egy utolsó Marie-s dolog, méghozzá egy bögre. Szerintem tudjátok, hogy nagyon szeretem a bögréket, ennek aztán végképp nem tudtam ellenállni, 7 euróról volt, ez is 3 euróra leárazva, úgyhogy igen, elhoztam, nagyon-nagyon tetszik, alig várom, hogy ebből igyom majd a reggeli kávét. Illetve van itt irodaszer is, aminek tökre megörültem, mert én még ilyen szép kis irodai szerkészletet nem igazán láttam, itt vannak benne ilyen
gombostű, azt hiszem, hogy annak hívják, iratkapocs, és ez is ilyen iratkapocs, ezek ilyen pasztelrózsaszín színűek, illetve ilyen márvány mintások, szerintem baromi jól néznek ki, és erre pont, ez pont olyasmi, amire szükségem is van így az íróasztalom környékén. Mi van még itt? A nyár számomra az az időszak, amikor nem igazán tudok mit kezdeni a hajammal, mert sajnos nagyon izzadós vagyok, és elsősorban a fejem és az arcom szokott izzadni, ami már csak azért is jó, mert mindenki látja, és a hajam egy szint csutak mindig. És arra gondoltam, hogy megpróbálkozom az ilyen hajpántok, fejpántok használatával, hát hogyha annak a segítségével valahogy elviselhetőbbé tudom tenni a kinézetemet. Úgyhogy ennek apropóján vettem ezt a szettet. Ahogy látjátok, tök szép az egyik rózsaszín, a másik ilyen kis kék, mind a kettő virágmintás. Az az igazság, hogy próbálkoztam már velük, szerintem majd ilyen tutoriál videókat kell néznem az interneten, mert nem igazán boldogulok velük, illetve megláttam még ezt a szerintem nagyon-nagyon szép színes darabot, az öcsém szerint az öregnén is, minden esetre ebben nagyon tetszett, hogy hátul ilyen gumis, nem megkötős, nagyon kíváncsi leszek, hogy tudom-e ezeket használni majd a nyáron. Ezeknek a pontos árára nem emlékszem, de azt hiszem, hogy ilyen 2-3 euró körül mozgott az áruk. Aztán nagyon nagy divatjukat élik most ezek a típusú hajgumik, amik ugye nem is tudom, a 90-es években voltak divatban, emlékszem, hogy nekem az anyukámnak is volt akkor ilyesmije, és megláttam, és annyira tetszett ez a színkombináció, hogy egyszerűen nem tudtam otthagyni. Nem mondom azt, hogy mindenféleképpen ennek a divatrendnek a hatására akartam én is ilyen hajgumit, de amikor megláttam, de most komolyan nézzétek meg, nem gyönyörűek ezek a színek? Nem szép, hogy ilyen fényes, szaténos anyagból van? Nekem nagyon-nagyon tetszett, és 2 euróért nem hagytam ott. Ha más nem, akkor itthonra jó lesz, de szerintem fogom használni amúgy rendesen élesben is. És akkor már nincs olyan túl sok minden itt. Van itt viszont egy kitűző készlet, méghozzá a Szépség és a Szörnyetek szereplőivel. Ugye itt van Csészike, itt van a teás kanna anyukája, itt van Bell, itt van a Szörnyetek. Annyira jól nézett ki, én nagyon szeretem az ilyen kitűzőket. Még nem tudom, hogy hova fogom kitenni, mert hogy van már egy pár kitűzöm, és többnyire a téli kabátomon szoktam ilyesmit hordani. Ha más nem, akkor majd a táskámra fogom kitenni őket, de annyira jól néztek ki, és ez is 2 euróra volt leértékelve, mindenféleképpen el akartam hozni. Aztán még egy irodai cucc, méghozzá egy ilyen 8 darabból álló kis filctól készlet, ami tulajdonképpen ilyen filctól formában testet öltött nyomda készlet. Mindegyiken rajta van, hogy mit lehet vele nyomdázni, kis szomorú fej, virág, csillag, szívecske, itt hátul van napocska. Én ugye bullet journalozok, és ahhoz úgy gondoltam, hogy ezt abszolút tök jól ki tudom használni, úgyhogy másfél euróját ezt sem hagyhattam ott. Vettem még egy irodai eszközt, irodai szert, hoppá, közben lecsúszik rólam a felső. Ez egy toll, 1,30 euróért. Mennyire aranyos, ez amúgy egy kaktusz rajta, itt pedig ilyen kis tollas bigyó. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű kék színű toll, viszont, hoppá, most nem fogom tudni visszatenni a kupakját, nem tudtam otthagyni, annyira tetszett. És akkor mi van még itt? Igen, ha jól látom, akkor már csak 2 dolog. Az egyik, tudjátok ugye, hogy én gyerekekkel dolgozom, ezért is szeretem sokszor, hogyha van nálam olyan sertapasz, amilyen mese szereplő mintás, vagy szóval, hogy ideális gyerekeknek. Viszont be kell vallanom, hogy én is előszeretettel szoktam ezeket használni saját magamon, ezért is vettem meg ezt a szettet, sertapasz szettet, méghozzá benne van ugye Batman, Wonder Woman, Superman. Nagyon remélem, hogy azért valamennyire tényleg tapadni is fog, mert hogy királyúnak, nagyon királyon néz ki, de azért a funkcióját is be kéne, hogy töltse. Ez is 2 euró volt. Illetve, ahogy mondtam már az elején, volt egy ilyen Harry Potter részleg, ahol én szerintem szinte mindent fel tudtam volna vásárolni, viszont arra is gondolnom kellett, hogy nem szeretnék azért ennyi mindent Brímából hazacipelni, mikor itt Kölnben és Düsseldorfban is van Primark, úgyhogy legközelebb, hogyha kedvem lesz így vásárolgatni, akkor itt is bemehetek, úgymond helyben, vagy a közelben. Ezért nem vettem meg például a Hedwiges párnát, meg nem tudom még mi az, amit annyira kinéztem, hogy szeretnék mindenképpen. Viszont amit nem tudtam otthagyni, az
Hermione kulcstartó alakjában. Nagyon-nagyon tetszik, ennek 4 euró volt az ára, és ugye kapható volt Harry, Ron, Hermione, meg én még nem is tudom, hogy melyik szereplők kulcstartóban. Nekem Hermione a kedvenc szereplőm a Harry Potterből, és Dobby természetesen, és ezért vettem meg Hermione-t. Igen, más nincs a szatyromban. Ezek voltak tehát azok a dolgok, amiket én a Primarkban vásároltam. Hogyha ti jártatok már ebben az üzletben, akkor írjátok meg, hogy mit gondoltok róla, mit tetszett ebből a videóból a legjobban, és tényleg, ahogy mondtam, ha más nem, akkor érdemes szerintem csak benézni egy ilyen üzletbe, hogyha van rá lehetőségetek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót, kívánok nektek további szép napot, legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!